Sziasztok! Október 29-e, szerda, vagyis nem, szombat van. Tehát akkor újra. Október 29-e, szombat van. És most már hazaértünk az Osamból, meg a kutyafuttatóból. Úgyhogy azért voltam az Osamban, mert most már teljesen kifogytunk mindenből, és elegem van ebből, hogy állandóan naponta kell eljárni a boltba. Úgyhogy most vettünk egy kicsit több dolgot, hogy legyen itthon tartalék. Hát rengeteget költöttünk, mondanom sem kell, mert ha lesz időm, akkor fölírom úgy nagyjából, hogy mi mennyibe kerül. Mondjuk a mai ilyen horror ár, amin megütköztem, a múltkor ugye a túró volt a Lidl-be, most pedig a zsírszegény trappista sajtnak a kilója az, ami 6500 vagy valami ilyesmi volt, és az a feles tömb, amit szoktam régebben menni, az olyan 2000 forint volt, az most 4500, úgyhogy azt ott hagytam, viszont ugye találtam egy ilyen osanos, ilyen saját márkás zsírszegény sajtot, és annak volt a kilója az, ami 2000 valamennyi, tehát abban nem tudom mi van, de hát azért kétségeim vannak az összetételét tekintettel nézve, mert szóval azért, ami ennyire úgymond olcsó a többihez képest, azért abból valami hiányozhat. Na mindegy, akkor most akkor el is kezdem a dolgokat. Vettem egy ilyen nagy vödröt először is, mert van nekünk több klímánk is, ugyanis mostanában azzal szoktunk úgy néha ráfűteni, mert nem akarom annyira gázkazánt használni, ezt a kondenzációsat, meg igazából nem is volt olyan hideg mostanában, szerencsére. Úgyhogy, és viszont azt vettük észre, hogy ez a fiamnak is az erkélyén van egy klíma, és hiába kötötték be az egyik részét a lefolyóba, mégis jön belőle víz, úgyhogy muszáj volt odarakni egy ilyen lavort, úgyhogy azért vettem egy ilyen vödröt, hogy az a kicsurgó víz ugye az abba folyjon bele, és ne a teraszra. Úgyhogy akkor nézzük, mit rejt a vödör. Rejt egy hozzáadott cukor nélkül édesítőszerekkel egy ilyen vitál, ilyen kókuszos kekszet. Aztán van itt egy szendvics csemege, csirke mellből, egy sonka, ez a Pfeff márkájú. Aztán van itt egy 0%-os pöttyös túrórudi, ebből 5 darabot. Akkor van itt jogobella, mentyes joghurt. Van itt, hát már megint nem vittem nejlont magammal, hogy kénytelen voltam venni ilyen osanos zacskó 10 forintért. Pizzás csiga van benne, 2 darab pizzás csigát vettem. A fiam az most már nincs itthon, mert elment, de most nem dolgozni, hanem szabadságra. És na, hova ment? Hát Angliába ment. Nagyon szeret oda menni, még a szabadság idejét is ott tölti. Úgyhogy most csak ketten vagyunk itt van a férjemmel, meg a kutyák, és azért vettem 2 pizzás csigát, ugye? Ja, meg még a Móricz is itthon van. Akkor van itt egy ilyen gála füstölt főtsonka. Aztán van itt olyan sajt, ugye a szemüvegem előkapom, mert azért azzal jobban látok. Ammerland Gouda zsíros félkemény sajt, 942 forint volt ez a darab, ez 21 deka. De ez ilyen kis vékonyka. Aztán van itt egy ejdámi sajt, zsíros, félkemény sajt. Ez 27 deke, 1133 forint egy ilyen darab volt egybe. Aztán vettem egy olajat, egy ilyen étolajat, illetve igazából 2 vettem, nem tudom a másik hol van, de az is itt van valahol. Akkor itt van még ebből a kókuszos kekszből még egy darab, tehát abból összesen 2 lett vásárolva. Aztán van itt egy ilyen teljes kiöldésű Don Francesco durum száraz tészta. Ennek ilyen érdekes színe van, mert a teljes kiöldésű az igazából az így néz ki.
aztán vettem egy kocsonyát, egy ilyen kis kicsikét, és ez már majdnem föl is engedett, úgyhogy gyorsan majd be kell rakjam a hűtőbe, még a végén itt teljesen megolvad. Aztán van itt egy natur kenhető félzsíros ömlesztett sajt, ez 8 adagos. Ez volt a legolcsóbb az Ossamba, az a fit az nem volt. Tehát ez egy ilyen zsíros, a félzsíros mondjuk, nem teljesen zsíros, de félzsíros. És akkor még itt van Jogobella 0%-os joghurt. És vettem egy csomó rágót, vagy 5 zacskóval, vagy 4-jel, vagy 5-tel, mert ez ugye, én ezt elég sokat eszek, ilyen rágót. Egyébként voltam egy új fogorvosnál itt a közelünkbe, és igazából nagyon alaposan megvizsgált, volt egy ilyen konzultáció, és mondta, hogy rendben vannak a fogaim, leszámítva, hogy egy pár helyen be kell tömni, egy tömés 25 000 forint, és 6-ot kell betömködni. Tehát máshol is ennyi körülbelül, de legalább nem kell messze menjek, ha már így alakult. Úgyhogy oda majd a jövő, vagyis 2 hét múlva fogok menni, ez egy ilyen egy hétfői nap, talán meg egy keddi nap. És az a kezelés, ami szokott nekem menni, az persze megmarad. És ez egy ilyen fiatal hölgy, azt hiszem Ausztriában tanult, és nagyon szépen megcsinálták a rendelőt, volt panoráma röntgen is, úgyhogy igazából nagyon profinak tűnik. Hát aztán majd meglátjuk. Tehát én bízok benne, hogy jó lesz. Na, akkor van itt még 2 ilyen kókuszos Kinder Pingvi. 4 darabot vettem, kettőt a félemnek, kettőt nekem, úgyhogy ezt a vödöt meg viszem föl az emeletre, majd a klíma alá berakom. És aztán vettem még 2 ilyen labor, igazából ilyeneket lehet kapni az Ossamba, más labor nem is volt, úgyhogy így a ruhákat, mikor kiszedem a szárítóból. És úgy csinálom, hogyha jó az idő, akkor kiteregetek, hogyha viszont ilyen ronda párás, meg ilyen esős, akkor inkább berakom a szárítógépbe. Tehát most nem az van, hogy automatikusan a szárítógép, hanem ha a helyzet úgy kívánja, akkor használom. Ha pedig jó az idő, akkor inkább kiviszem megszárítani. Akkor vettem egy bordát, a novemberi bordát, mert már nagyon régen vettem magamnak bordát, muszáj egy kis kultúra, meg egy ilyen varrás divatot. Azt is vettem, tehát ez lesz a kulturális szekció, hogy így mondjam. A kultúra az fontos. Ez egy üres zacsi, és akkor nézzük tovább. Most mondjuk van egy ilyen zöldséges rész. Ugye ezt nem kellett lemérni az Ossamba, mert ez egy ilyen kimért, ilyen kis veresi paradicsom. Ez nagyon kis gusztának tűnik. Akkor vettem mandarint, ilyen 2 kilósak, clementin vagy clementine. Ez is kell, mert muszáj a vitaminokat bevinni. Itt van ez az őrületes blokk. A kutyáknak vettem kaját, az nagyon megdobta, mert most már egy ilyen 4 darabos ilyen konzerv, alutasakos, az már 1000 forint fölött van, és ez nem is a legdrágább kategória, tehát a kutya eledel nagyon, nagyon drága lett az igazság, és most többet vettem, hogy nekem már tényleg így hetente menjek, és azért ez megdobta. Volt bizalomkártyám is, ahol levontak azért egy csomót, de alapból ez egy nagyon drága vásárlás. 87 185 forint volt, tele van macska kajával, kutya kajával, és igazából mindenből próbáltam a legolcsóbbat, az étolajat venni, és szóval megdobta rendesen. Igen, 549 forint volt egy étolaj, igen, abból 2 volt. Ja, meg vettem még ilyen laktózmentes tejet,
az is darabja 669 forint volt például. Na mindegy, ezeket már le fogom írni, de szóval ez egy brutális vásárlás volt. Vannak benne kedvezmények, de nagyon kevés, tehát ez a bizalomkártya, ez nagyon jó, csak túl kevés, tehát igazából adhattak volna egy kicsit többet is. Na mindegy, hát ez van. Azon kívül vettem tojást, 6 darab tojást, de hát az is ilyen kis picike ám, ilyen SS tojás. Ez ugye 100 forint alatt volt, tehát ilyen kis pindurka, 100 forint alatt volt a darabja, de volt 113 forintért is tojás, tehát azok ilyen jó nagy tojások voltak. Hát mindegy, gondoltam, ez most így egyelőre jó lesz. Akkor vettem egy uborkát, ezt most elolvasom, az 300 forint volt egy uborka, mégsem 450, mert annyi is szoktam látni. És akkor vettem ilyen vagyis ilyen darabos árukat, étkezési paprikát vettem, az 26 deka volt 348 forint, azaz ez a 2 darab paprika, ezeknek is ugye 1000 forint fölött van már kilója a paprikának, és a paradicsom, meg ide raktam, így az osanos maticát, így a szatornak így a férjére, és akkor ebbe tudtam beledobálni a zöldségeket. És ehhez ugye nem kellett akkor zacskót vegyek, mert itt van a paradicsom, meg adtak valami kis füzetet, amiben nem tudom, valamit lehet gyűjteni. Ez nem is tudom, hogy micsoda. Majd megnézem, de annyira nem szeretem ezeket, mert mindig hordozgatni, meg akkor elveszik. Na mindegy, majd megnézem. Tehát akkor a paradicsomból, ez mennyi volt? Mert ugye vettem azt a kis paradicsomot, és ez a másik paradicsom, ez fürtös paradicsom, 1 kiló 1000, valami 1000, ugye megnézem, hogy mennyi. 1 kiló az 1099 forint, ez 69 deka volt 765 forint, és akkor van itt még egy banán, annak kilója 649 forint volt kilója, igen, szóval jó dága, 493 volt, és ez viszonylag ilyen kicsi, de szép mondjuk, legalább annyi van. Egyébként ezen úgy látom, hogy edényeket lehet, vokot lehet, meg egyéb ilyen szuper fém lábosokat, serpenyőket, meg késeket. Sok kés. Hát én inkább ilyen serpenyőket vennék, meg főző edényeket, tehát nem is tudom, hogy ezek... Ja, indukciós főzőlaphoz is alkalmas olyanok. Mondjuk itt még ugye nekünk gáz van, de arra is szükség lesz. Na, akkor mutatom tovább, hogy mit vannak. Itt van egy következő szatyor. És abban van egy olasz felvágott, azon kívül szotyola, abból is vettem többet, az is már ilyen 150 forint körül, és akkor itt van ilyen osanos csemege uborka 6-tól 9 cm-ig, ugyanis képzeljétek el, hogy az az uborka, amit nyáron csináltam, az nem ízlik a családomnak. Nekem ízlik, de nekik nem ízlik, úgyhogy én mondjuk azt megeszem akkor, de ők meg nem eszik, mert mondták, hogy ne haragudjak, de nem ízlik. Úgyhogy ez van. Úgyhogy azért vettem még ilyen boltit, meg itt van egy olyan, ami ilyen kicsike, tehát ez 3 és 6 centis, ez is ilyen osanos csemege uborka. És na, itt van ez az Osannak, ez a light trappista sajt, és ez egy ilyen 300 g-os, ilyen 300 g-os kiszerelésben ugye van a Lidl-be, ott szoktunk venni, de mostában már nem olyan sűrű, mert tényleg olyan drága lett a sajt. Van itt egy ilyen extra sonka, és még szoti, mert ebből ugye többet vettem, és aztán majd lassan jönnek a macska kaják. Ez éppen mondjuk egy ugye ilyen öreg cicáknak való macskakaja, akkor Meridol fogkrém a fogaimra, mert úgy gondoltam, hogy
sokkal jobb, hogyha vigyázok a fogaimra, és nem sajnálom a pénzt a fogkrémre, mint hogy valami súlyos gond legyen a fogaimmal, mert az ilyen horrorálom van, tehát jobb az, hogyha meg tudom őrizni a fogaimat. Aztán mondtam még a fogorvosnak, hogy szeretnék ilyen szép fehér fogakat, és akkor mondta, hogy az ilyen igazi ilyen vakító fehér fogat, azt igazából az ilyen pótlásokból tudnak olyat csinálni, mert egy igazi fog az én életkoromban az kb. Így néz ki, és akkor az valami peroxid, vagy mit tudom én, valamivel kéne kezelgetni, meg kenegetni, meg minden, és hát az nem biztos, hogy olyan jót tesz a fogzománcoknak, meg minden, úgyhogy inkább ma jó megmosom, reggel, este öblögetem, meg ilyen fogköztisztító, és akkor meg jó fogkefe, fogkrém, tehát ilyen soft fogkefével mindenképpen. Úgyhogy aztán majd jó lesz az állaga. Akkor vettem egy ilyen aláöltözetes, ilyen fehér pólót, majd ha jön a nagy hideg, hogy lesz még kis ilyen kis trikócska, meg kis pólócska, meg nem tudom én hány pulcsika, nehogy már itt fázzak. Igen, és akkor ebből kettőt vettem, ilyen jó kis osanos, úgyhogy ez nagyon jó lesz. Csak izgulok, mert azért a szállítógépben néha úgy össze szoktak menni a dolgok, hát remélem, hogy ez nem fog összemenni. Aztán van itt nekem orchidea virág, és akkor ahhoz vettem egy ilyen tápot, ez kifejezetten ilyen orchideákra való ilyen táp. Egy darab orchideám van, az túlélte az egész nyarat, de szeretném, ha tovább is jó lenne. Akkor vettem egy ilyen nagy paradicsom konzervet, és még vettem két kicsit is, ezt a aranyfácán. Paradicsom konzervet, hoppá, akkor van itt sportszelet, vettem ilyen hagyományos sportszeleteket, meg egy ilyen sport duó kókuszosat, ezt a férjemnek, legyen egy kis nasi, és akkor a kedvencem ugye a melba kocka, meg a párizsi kocka, abból is inkább az ananászos az a favori. Az is már 150 forint per darabja. És akkor van itt ez a almás zapkása, ebből 10 darabot vettem, nem akartam az egész dobozzal, mert még van itthon. És akkor azt eszem reggel ide a nyáron lefagyasztott áfonyával, meg még megy is van, tehát azokkal eszem. Akkor itt van egy ilyen kis fog tisztító rudacska a nyálatoknak, mert ugye az ő az egészsége is fontos. Na és akkor itt van még, amit a Bobinak van itt van egy csomó konzerv, meg száraz kaja, neki nem kellett venni, de a Lucikének kellett, ugye? És most már egy éves lesz, tehát most már nem kell neki ilyen kölyök kutya eledel. Vagyis kölyök az jöhet, csak nem ilyen kiskutyának való, mert most már ugye egy éves lesz, még itt macska eledel, mert ebből vettem, hogy ötöt, tehát ez tényleg megdobta. Ebből jó sokat vettem, hogy a Mónikának is legyen elég. Csak a Lucike még kapott egy ilyet is. Neki is vettem, hogy 5 zacskóval, tehát ez már így élből tűz az 1 forint, csak ezek a kutya kaják, ugye? És itt van még egy ilyen, ezek ilyen különböző ízekben vannak, és akkor van itt még egy ilyen marha és pulykás ízben is az állatoknak, és akkor itt van egy ilyen fogköztisztító, ez ilyen jó nagy volt, és akkor gondoltam, hogy ez is jó lesz majd így tisztogatni a fogamat. Aztán vettem pár bögrésleves, a Knorrnak le volt értékelve ez a csirke levese, azt vettem, és akkor vannak még itt ilyen húspélék, na akkor azokat is nézzük. Például itt van egy ilyen paprikás szalámi, a férjem nem nagyon szereti ezeket a sonkákat, inkább az ilyen paprikás szeleteket szereti enni. Hát én mondjuk ebből nem csinálok ilyen nagy, nagyon sűrű, nem eszek ilyet, mert azért ezek ilyen jó zsíros dolgok, de hát igazából mindenki eldönti, hogy mit akar enni. Csirkecomb, ez fóliásan lesz majd megsütve.
majd talán este neki is állok. Itt van még egy, tehát kettő csirkecom. Aztán vettem rántott húsnak csirkecombot, az nagy, illetve sertéscombot, nagyon szép volt. 1799 kilója, ez 579 gram és 1042 forintba kerül, de ez tényleg gyönyörű. Ebbe aztán nincsen zsíros rész. Valaki mondjuk azt szereti, akkor vettem csirke mellett, hát igen, annak lenni kell csirke mellett. Azt hiszem három dobozzal, vagy kettő. Ilyen nagyon szép csirke mell volt mosabba. Egyébként nem voltak olyan sokan, és az állatkáknak vettem még fogerősítés céljából csirkenyakat, ezt imádják. A Móricz az már nem nagyon tudja elrágcsálni ezeket, meg ilyen kis csirkemell csontot. Azt is, ezt lehet, hogy megfőzöm ilyen levesszerűségnek. Ezt is imádják, meg főleg, hogy ilyen jó kis porcogós. És akkor van itt még egy pulyka daráthús. Ez ilyen húsos tészta lesz belőle, például ezzel a durum tésztával, amit vettem, ez a teljes kiölésű durummal. Akkor itt van még egy kocsonya, mert abból is ugye kettő lett véve, valahol itt van, és akkor van itt még egy szeletelt light trappista sajt, meg van még egy sült karaj, egy ilyen gála sült karaj. Meg van itt Tauris kárpát, szója, glutén, laktózmentes ilyen szalámi. És akkor itt van egy nagyon finom, de egészséges disznósajt. Az nagyon finom. Jó, és akkor volt nekem még egy zacskó, azt mondjuk ide fölteszem, nem tudom mennyire fog ideférni. Itt van még egy sejemsonka, egy ilyen. Közben itt kint a kutyám baromira üvöltözik, de már unom, mert ha bejön, akkor utána ki akar menni. Most kint van, most épp be akar jönni, úgyhogy most úgy gondoltam, most hagyjon engem békén, addig, amíg ezt megcsinálom. Tehát itt van ez a másik üveg olaj. Mondtam nektek, hogy ugye kettő üveggel vettem ezt a olajat. És akkor itt van ez a műzli szelet, ebből is egy egész dobozzal vettem, ebbe 20 darab van. Nem kell naponta rohangálni, hogy így elfogyott, meg úgy elfogyott. Ami van, azt beosztjuk egy hétre, aztán jó napot. Itt van még kettő ilyen laktózmentes tej. Ezeket már alig tudom ide elpakolni. És akkor van itt egy szérnametél. Hagyományos, sima, fehérlisztes, vettem egy füsli-virsli klasszikot, egy darabot, és akkor itt vannak ilyen finom, soft fogkefék, Senso Dune, úgyhogy majd a férjem már kitaláljuk, hogy melyikünk kapja mondjuk ezt, meg ezt majd megbeszéljük. Tehát ez van, egy kis szájápolás, az nagyon fontos, és akkor itt van még ilyen Jacobs kapszula, koffeinmentes kapszula, meg van itt még ilyen finom tészta, orsó, durum, száraz tészta. Lehet, hogy ebből lesz persze az a tészta, azt majd még kitalálom, és akkor itt van még ugye ez a szotyi, és meg itt van a 6 darab nor bögrésleves, meg van itt még egy csirkemell szelet, hogy azt hiszem, ez most nem fog tartani sokáig, meg vettem egy ilyen csipetkét, mert múltkor is nagyon finom volt a bableves, és akkor nem így csipkedtem, hanem csak így lazán belefőztem egy ilyet. És akkor nézzük, hogy hát itt úgy látom, hogy már nincsen semmi, tehát ennyi volt, még annyi volt, hogy vettem egy ilyen jó nagy ilyen WC-papír, toalettpapír, három rétegű, hát ez is ugye jó sokáig elég, és akkor vettem még ilyet, hogy ne kelljen csinálni, mert lemaradt a szódagép a Balatonon, és
Hát azért így elég babrás így a szörföt csinálni. Persze nem lehetetlen, mert azért csináljuk, van ilyen narancsízű szörpöm, de ez végülis ez 149 forint volt ez a narancslé. Tehát ezeket vettem, ja, és akkor még vettem, ezt már beleraktam egy kis tálkába, kettő ilyen szép virágot. Hoppá, mert mi voltunk már a fiammal a temetőbe a héten, tehát az már megvolt nekünk. Csak ide a kertbe vettem még pár virágot. Tehát ezek voltak igazából az Auchanban, úgyhogy remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl, és akkor legközelebb találkozunk. Van egy csomó videó, amire még nem volt időm, de ilyen érdekes dolgok lesznek benne. Úgyhogy ha nem akartok róla lemaradni, akkor iratkozzatok föl. Sziasztok, szép hétvégét nektek, sziasztok!